Ez a Pápavárosi Televízió híradója pénteken, köszöntöm nézőinket! Ünnepi istentisztelettel köszöntötték a reformáció napját a pápai gyülekezetek az evangélikus templomban. Az alkalmon Márkus Mihály református lelkész hirdetett igét, majd a protestáns hívek Sztárai Mihály és Huszár Gál reformátorok emlékművénél koszorúztak. Október 31-e a reformáció emléknapja. A protestáns egyházak arról emlékeznek meg, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a búcsú cédulák árusításával kapcsolatos 95 tételét, s útjára indult a reformáció, az egyház megújulása. Az evangélikus templomban az alkalmon Polgárdi Sándor esperes, Márkus Mihály és Szakács Gergely református lelkészek, Pető Gábor református segédlelkész, valamint Bon Zoltán baptista lelkipásztor szolgált. Igét Márkus Mihály református lelkész hirdetett. Szólt arról, hogy az élet értelmét, helyes utat és válaszokat kereső emberek előbb-utóbb eljutnak Istenhez. Engedj Isten felszólításának, mert neked is ott kell lenned, ahol az Isten dolgai történnek. Ebben a templomban vagy egy másikban. Otthonodban, vagy amikor úton jársz. Tudjátok, hogy nektek is atyátok házában kell lennetek. Az ige hirdetés után a pápai református egyházközség énekkara szolgált, majd a hívek átvonultak a Zimmermann utcai emlékműhöz, ahol Polgárdi Sándor esperes emlékezett a két legnagyobb az 1500-as években pápán tevékenykedő reformátorra, evangélikus lelkipásztorokra, Sztárai Mihályra és Huszár Gálra. A baptista közösség nevében Bon Zoltán lelkész, az evangélikus gyülekezet nevében Vencel Csaba felügyelő, a református egyházközség nevében pedig Böröcki Zoltán főgondnok helyezte el a koszorút az emlékműnél. Július 15-e óta több mint 7000 látogató kereste fel a pápai zsinagógát, hogy megtekintse az Elfeledett szomszédaink című kiállítást. Bár most téli szünet kezdődik, előzetes bejelentés alapján továbbra is megtekinthető, sőt tavasztól újra látogatható lesz ez a maga nemében páratlan kiállítás. Az egyik utolsó tárlatvezetést Policer Sándor tartotta, és mint már oly sokszor, ezúttal is szinte megelevenedtek a képeken szereplő emberek, családok, a megismertetett történetek alapján. A megnyitó ünnepségen, amikor először tárult ez az anyag így a nyilvánosság elé, hogy most van, 24 országban voltak jelen. Rendkívül sok sírógörcsnek voltunk tanúi. Megpróbáltunk egy kicsit segíteni, túlélni ezt a borzalmat, mert azért a fő célunk az volt, ahogy a megnyitó beszédénbe utaltam, hogy ha csak arcmása, ha már lelkeket nem, hogy csak arcmásaik révén hazahozzuk ide az embereket. Magánemberek, iskolás csoportok, családok sokasága kereste fel az elmúlt 4 hónapban a kiállítást. Nagyon-nagyon jó érzés az, hogy több hónapig nyitva tartott a kiállítás, soha senkire nem kellett rászólni, soha senkit nem kellett figyelmeztetni arra, hogy itt szakrális térben, egy szent térben van, ahol évszázadokig milliók dicsérték imájukkal az Urat. Soha senkire nem kellett rászólni. Az egész kiállítás lezajlott atrocitás nélkül. Természetesen egy ilyen kiállítás létrehozásához, lebonyolításához nagyon sok segítségre szükség volt, amit a szervezők meg is kaptak. A legnagyobb segítséget a polgármesteri hivataltól kaptuk, amit nagyon-nagyon szépen megköszönök nekik. Anyagilag, elkölcsileg mindenhogy támaszunk voltak. Schmidt Dezsőné és Juranics Veronika, akik a kiállítás nyitvatartása után két kivétellel minden kedden délután itt nyitva tartottak, még akkor is, amikor azért az októberi időjárás már meglehetősen zimankós volt, és itt megfáztak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az Egyesület minden olyan tagjának, aki részt vett a kiállítás anyagának összegyűjtésébe, feldolgozásába, a kiállítás megnyitásába, az ünnepségen házigazdaként vagy akármilyen módon tevékenykedett. A kiállítás megálmodói tehát bíznak a tavaszi folytatásban, hogy elfeledett szomszédainkat még többen meg tudják ismerni.
Közel 150 rendőr biztosítja a holnapi Lombard Pápa Termál FC haladás NB1-es labdarúgó mérkőzést. A pápai rendőrkapitányság munkatársai mellé 100 kolléga érkezik a szombathelyi készenléti rendőrségtől. Mivel a vendégszurkolók és a rendet biztosító erők egy része egy helyről jön, a kísérés már Szombathelytől indul, vasúton és közúton egyaránt. Tavaly nem volt rendbontás a Lombard haladás meccs kapcsán, az előző esztendőkben azonban egy-egy szabálysértési eljárást kellett kezdeményeznie a rendőröknek szombathelyi drukkerekkel szemben. A korábbi évekhez hasonlóan az idei Lombard haladás labdarúgó mérkőzéseket is kiemelt biztonsági kockázatúnak minősítette a mérkőzéseket minősítő bizottság. Ez a rendőrség vonatkozásában annyit jelent, hogy a külső biztosítás mellett a belső biztosítás feladatait is a rendőrség végzi, mint egy közfeladatként. A külső biztosítás minden esetben a rendőrség feladata, a stadion környékén ők vigyázzák a rendet. Holnap azonban a stadion belső rendjéért is ők felelnek. A belső biztosítás ez a stadion belső körzetére tagozódik, a rendőrség fogja végezni a szurkolóknak a beléptetését, illetőleg a mi felelősségünk lesz az is, hogy a stadionban ne történjen rendbontás, illetőleg ha történik, akkor nyilván ezt a rendőrség fogja kezelni. A szombaton 16 órakor kezdődő labdarúgó mérkőzésre közel 700 haladás szurkolót várnak. Jól működő és kiépült információs csatornánk van, nem csak a haladással, hanem valamennyi csapat szurkoló táborával. Így azt tudom elmondani, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 6-700 haladás szurkolóra számítunk. Természetesen a rendőri erőket erre az alkalomra is úgy igényeltük, hogy nem fogunk meglepődni akkor sem, hogyha teltház lesz a vendégszektorban. A pápai rendőrkapitányság állományát a szombathelyi készenléti rendőrség tagjai egészítik ki, így közel 150 rendőr lesz a meccsen. A haladás az azért is sajátos helyzetben van, hiszen a segítő készenléti erők is Szombathelyről indulnak, illetőleg a haladás szurkolók is, úgyhogy ezt kihasználva megterveztük a haladás szurkolóknak mind a közúton, mind pedig a vasúton történő kísérését. Varga Balázs osztályvezető úgy fogalmazott, eddigi tapasztalataik szerint a pápaiak sportszerűen szurkolnak, rendbontás garázdaság nem jellemző rájuk, és ezt várják tőlük a holnapi mérkőzésen is. Változékony, de enyhe idő lesz a hétvégén. A részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Szombaton térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. A déli-délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban ködös részeken kevéssel 10 fok alatt, a napos területeken néhány fokkal 15 fok felett valószínű. A hét utolsó napján nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a déli óráktól egyre több felé várható eső, zápor. A déli-délnyugati szél a Dunántúlon délután több felé megerősödik. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója pénteken. Ne feledjék, hírműsorunkat egy óra múlva megismételjük, megtekinthetik a Városi Televízió honlapján is, hétfőn pedig friss hírekkel jelentkezünk. Viszontlátásra!